Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mint ahogy Önök is figyelemmel kísérték, az elmúlt hetekben folyamatos egyeztetések zajlottak Bajnai Gordon pártjával a választási együttműködésről, amely egyeztetések abból a politikai szándékból fakadtak, és erre is talán emlékeznek, hogy mi az elmúlt hónapokban, szinte most már azt kell, hogy mondjam, az elmúlt egy évben folyamatosan azért dolgoztunk, azért szerveztünk különböző politikai akciókat, tettünk javaslatokat, hogy ez az együttműködés ezt tető alá kerüljön, hiszen a választások szempontjából ez kardinális kérdés. Ugye csak a kronológia miatt mi január 2-án szerettük volna elkezdeni ezeket az egyeztetéseket, akkor tartalmi kérdésben egy adott témakörben ez lezajlott, de utána nem ment ez tovább. Utána volt újabb és újabb javaslatunk, hogy minél gyorsabban kezdjük el és fejezzük be ezeket a tárgyalásokat. Ebben az időszakban Bajnai Gordonnak időt kértek, és azt kérték, hogy hadd építsék a saját szervezetüket, hogy utána egy jobban megalapozott együttműködés lehessen megkötni. Mi ezt abszolút tudomásul vettük, és én az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben ennek szellemében vezettem a Szocialista Pártot, és a kollégáim is ennek szellemében tevékenykedtek. Eddig azért nem akartam beszélni ezekről a kérdésekről, és ebben a megértésüket kérem, mert én abban hiszek, hogy ilyen szenzitív kérdésekről, ilyen érzékeny témakörökről, ahol nagyon sok személyes érdek jelenik meg természetesen, hiszen jelöltekről, listákról, miniszterelnök jelöltről van szó. Én bevallom őszintén abban hiszek, hogy ezeket a természetesen sok esetben konfliktusos helyzeteket csak egy nagyon őszinte, nyílt, egyenes beszéddel lehet megoldani, és ilyenkor sose jó egy politikusnál, amikor egy kicsit a médiának is akar természetesen megfelelni, amikor ilyen tárgyalási fordulók zajlanak. Ezért én azt tartottam helyesnek, hogy addig, ameddig a Szocialista Párt saját magán belül nem tisztázza, hogy melyek azok a választókörzetek, amelyek tárgyalási alapot képeznek, amíg ezt a Szocialista Párt rendszerén belül a különböző testületeinkkel, megyei elnökeinkkel végig nem beszéljük, addig nem szabad és nem kell, és ezért kérem a megértésüket, hiszen a média természetesen joggal kíváncsi, addig nem szabad ezeket a kérdéseket a média nyilvánossága előtt taglalni. Kell, hogy tudják, hogy én tegnap és tegnap előtt egy szinte napi 12 órás egyeztetésben voltam a Magyar Szocialista Párt megyei elnökeivel és különböző jelöltjeivel, és ezeknek az egyeztetéseknek az alapján, illetőleg az elmúlt hetek Bajnai úrékkal történt egyeztetése alapján kialakult az a halmaz, amiről az imént is mondtam önöknek, egyfajta tárgyalási alapot képez a választókereti együttműködés logikáján. És én eredendően a mai megbeszélésünkön, ami már a második a maga nemében, hiszen a múlt héten szerdán szintén egy nagyon hosszú személyes egyeztetésen voltam túl Bajnai Gordonnal, hogy értsék, azt hiszem, talán 7:30-kor kezdtük, és 16:00-kor fejeztük be, tehát éjszakában nyúló egyeztetés volt, az is egy négy szem közti beszélgetés volt. Tehát ez már ebben a nemében is egy másodfordulós egyeztetésként kell erre tekinteni. Ez volt a múlt, hiszen ma egy új helyzet alakult, és majd engedjék meg, hogy erről is néhány szót mondjak. De pont azért, hogy kicsit kielégítsük az elmúlt hetekben meg nem válaszolt kérdéseket az újságírók irányába, ezért engedjék meg, hogy elmondjam önöknek, hogy mi volt a Szocialista Párt javaslata a 106 választókörzet tekintetében. Ezért kértem önöket, hogy kicsit hosszabb sajtótájékoztatóra számítsanak. Megyénként fogom önöknek mondani. Bács-Kiskun megyében Kecskeméten két választói körzet van. Ott az egyik kecskeméti körzetet a Szocialista Párt tárgyalási alapnak tartja. Bács-Kiskun megyébe Baja városa szintén tárgyalási alap, ami megítélésünk szerint. Baranya megyében négy választókörzet van, itt Mohács és Szigetvár a Szocialista Párt szerint az, ami tárgyalási alap. Békés megyébe szintén négy választókörzet van, itt Gyula városa az, amelyik tárgyalási alap. Borsod-Abaúj Zemplén megyében hét választókörzetből Miskolc egyik választókörzete, mint megyeszékhely tárgyalási alap. Budapest 18 választókörzetében
a Budapest 1-es, ez az 5. kerület, Budapest 3-as, ez a 12. kerület, Budapest 4-es, ez a 2. és 3. kerület együttes körzete, Budapest 5-ös, ami a 6-os-7-es kerület, Budapest 13-as, ami a 16. kerület, Budapest 17-es körzete, ami a 21. kerület, ez a csepeli, illetőleg Budapest 18, ami a 22. kerület és a 11. kerületből álló körzet. Ezek mindannyian tárgyalási alapot képeznek a Szocialista Párt számára. Csongrád. Csongrád 2-es választókörzete Szeged, egyik körzete, és Csongrád 3-as választókörzete, ez pedig Szentes körzete. Fejér megyében Fejér megye 5-ös, Sárbogárd körzete az, ami tárgyalási alapot képez. Győr tekintetében Győrváros 2-es választókörzete, Mosó-Magyaróvár, amelyik Győr 5-ös választói körzete. Hajdú-Bihar megye. Hajdú-Bihar megye, Debrecen, tehát Hajdú-Bihar 1-es, Hajdú-Bihar 2-es, ez mind a kettő debreceni körzetet jelent, mindkettő tárgyalási alapot képez. Heves megye 3 választókörzetek közül Eger tárgyalási alap a Magyar Szocialista Párt részéről. Jász-Nagykun-Szolnok megyében mi Karcag Jász-Nagykun 03, tehát 3-as választókerület az, amelyiket alapnak tekintjük a tárgyalásokra. Komárom-Esztergom 3 választókörzete közül Esztergom tárgyalási alap, Komárom 2-es választókörzete. Nógrád megye, Salgótarján és Balassagyarmat, ugye a két körzet, kismegyéről beszélünk itt, Nógrád 2-es, Balassagyarmat tárgyalási alap. Pest megye, jóval nagyobb megye, Pest megyében az 1-es körzet, Érd tárgyalási alap, Pest megye 3-as, Szentendre szintén tárgyalási alap, Pest megye 7-es, Vecsés, szintén tárgyalási alap, Pest megye 11-es, Dabas, szintén tárgyalási alap, és Pest megye 12-es, Cegléd, szintén tárgyalási alap a Magyar Szocialista Párt számára. Somogy megye 2-es választókörzet, a 4 választókörzetből Barcs, és Somogy megye 3-as választókörzet, ami Marcali. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Szabolcs 4-es választókörzet Vásárosnamény, és Szabolcs 6-os választókörzet Nyírbátor szintén az. Tolna megye 3 választókörzetéből Dombóvár, Tolna 2-es választókörzet tárgyalási alap. Szombathely, Vas megye 2-es Sárvár, Vas megye 3-as Körmend szintén tárgyalási alap. Veszprém megye, Veszprém 2-es választókörzete Balatonfüred központtal, és Veszprém 4-es választókerület Pápa központtal, 4-ből 2 tárgyalási alap. És Zalaegerszeg tekintetében pedig Zalaegerszeg 2-es körzet Keszthely, Zalaegerszeg 3-as körzet Nagykanizsa tárgyalási alap a Szocialista Párt számára. Ha majd összeszámolják, ez több mint 35 választókerületet jelent a 106-ból, de azért beszéltem tárgyalási alapról és halmazról, mert ebben a Szocialista Párt valóban azt a javaslatot tette Bajnai úrnak, annyit hadd pontosítsak, mi tettük ezt a javaslatot nekik, hogy 1-2 arányhoz arányítanánk a választókörzeteket, tehát a 35 az egy olyan szám, ami a mi gondolkodásmódunk szerint egy kellően komoly ajánlat ahhoz, hogy egy tisztességes megállapodás lehessen kötni. Alapvetően ezeken a választókerzeteken belül vannak esélyes körzetek és kevésbé esélyes körzetek. Az összetétel összeállításánál arra is figyelemmel voltunk, hogy Bajnai Gordonék delegációja mely körzeteket tekinti esélyes körzetnek. Mi nem a saját besorolásunkat alkalmaztuk, tudatosan azért, hogy ezzel is mutassuk az együttműködési szándékunkat és a bizalomépítési
szándékunkat. Mi az ő általuk esélyesnek tartott körzetek alapján tettünk valamit tárgyalási alappá, vagy pedig nem. Azt azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy a tárgyalást azért egy kicsit nehezítette, hogy több helyütt is volt Bajnai úréknak olyan jelöltje, akik nem akartak jelöltek lenni. Hadd mondjak önöknek konkrét példát. Kecskeméttel kapcsolatban folyamatosan úgy tárgyaltunk, hogy mind a két kecskeméti jelölt, akit mi megkaptunk névként, hogy ők lennének Bajnai úréknak a jelöltjei, azok, amikor rákérdeztünk, hogy akkor ők jelöltek-e, és akkor ő lenne az, aki a mi jelöltünkkel szemben indulna, tehát magyarul a mi szocialista jelöltünknek meg kellett, hogy mondjam, hogy ki az a személy, akinek a javára neki vissza kell, hogy lépjen a dologba, akkor kiderült, hogy egyik jelöltjük sem jelölt. Ma sem tudjuk, hogy Kecskeméten ki lehet az a jelölt, aki szemben áll a mi szocialista jelöltünkkel, de ez biztos majd rendeződik, de mondhatnám adott esetben Győrvárosból is ilyen példát, ahol szintén hasonló probléma volt, illetőleg Veszprém, hogy a saját házamtájékorról mondjak egy példát, ott is kiderült, hogy az a jelölt, akit az én figyelmembe ajánlottak, az nem vállalta egyébként a jelöltséget, így viszonylag nehéz volt ebben egy picit eligazodni. A mai megbeszélésen még Bajnai Gordon ezen túl további igényeket fogalmazott meg. Ezek az igények a következők, erről is kell, hogy önöket tájékoztassam. Budapest tekintetében kiemelten hangsúlyosan a négyes választókörzet, negyedik kerület. Baranya megye tekintetében a megyeszékhely bármely két körzetéből az egyiket még szeretnék elvinni. Dunaújváros Fejér megyében szintén ilyen felvetés. Győrnél a Győr egyes körzet, amit az imént említettem, hiszen ott egy olyan jelöltről beszélünk, aki a mi tudomásunk szerint a mi jelöltünk, az ő tudomásunk szerint az ő jelöltjük, de előbb-utóbb úgyis ki fog derülni pontosan a dolog. Ezt a körzetet is természetesen szeretnék. Komárom-Esztergom megyébe Komárom körzete, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a két nyíregyházi körzetből az egyik, és Veszprém megye tekintetében Veszprémváros szintén. Annyit sikerült úgymond szövegként leütnünk, hogy ezek nem extraként adódnának hozzá a 35-höz, tehát hogy a végén lassan nem indul a szocialista párt, hanem hát a 35-ön belül lennének ezek. De talán ahhoz nem kell politológusnak lenni, hogyha azt mondom önöknek, hogy ezek a körzetek a Magyar Szocialista Párt számára a legerősebb, legbiztosabban nyerhető szocialista körzetek. Tehát azt gondolom, hogy ebben azért lesz még vitánk, az tuti biztos, hogyha ez így folytatódna ez a dolog. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy kicsit mi a múltnak tekintjük ezt, amit elmondtam, csak azért akartam önöknek elmondani, hogy nehogy azt higgyék, hogy nem munkával töltöttük az elmúlt heteket, és hogy felesleges egyeztetések zajlottak. De a mai nap egy, hát hogy fogalmazzak udvariasan, talán úgy pontos, hogy egy ultimátum-szerű helyzet állt elő. Hogy értsék, hogy miért minősítem így, engedjék meg, hogy megint tegyek egy kis kitérőt. A mai nap egy órára volt megbeszélve az egyeztetés Bajnai Gordonnal. Én tegnap este 9:30 telefonon beszéltem Bajnai úrral. Ő azt jelezte nekem, hogy belázasodott, és nem biztos, hogy ma el tud jönni erre az egy órás megbeszélésre. Én mondtam neki, hogy természetesen az egészség a legfontosabb. Én bármikor állok rendelkezésre, akár hétvégén is, hogy bepótoljuk ezt a fordulót. Akkor azt mondta nekem, hogy ő még reggel fog nekem egy jelzést adni, hogy hát hogyan sikerült összeszednie magát a betegség és a láz miatt. Ez meg is történt, reggel 9:15 kaptam tőle SMS-t, amiben azt mondta, hogy menni fog és el tud jönni a délutáni egyeztetésre. Majd a délutáni egyeztetésen azzal szembesültem, hogy van egy olyan javaslat a Bajnai Gordonnak, amit
sem előző este 9:30, sem másnap reggel 9:45 nem tartotta fontosnak, hogy megossza velem, nevezetesen, hogy nem csak ezekről a kerületekről kell, hogy majd beszéljünk, hanem hogy sok minden más témakörben is tesz egy más típusú javaslatot. Amit én jeleztem neki, hogy talán érdemes lett volna, ha már forró drót van köztünk, hogy emlékeznek rá az ő javaslatára, akkor ezt a forró drótot esetleg föl kellett volna melegíteni, mert ezek szerint hát ez egy picit lefagyott, mert se tegnap este nem hallottam erről a javaslatról, se ma reggel nem hallottam erről a javaslatról. Viszont a beszélgetésünk során kiderült, hogy maga a javaslat az délután egy sajtótájékoztatón is be lesz jelentve. Tehát teljesen mindegy, hogy nekem erről mi a véleményem, ez publikus lesz ez a javaslat. De amikor én, és ebben nem akarok önök előtt félrebeszélni, amikor én jeleztem azt a Gordonnak, hogy ezt én rossz néven veszem, hogy nekem nem mondta előző este, hogy lesz egy ilyen javaslata, mert ez nem a bizalmi légkört erősíti a két vezető között, akkor azt mondta, és arról biztosított engem, hogy viszont ezt a javaslatot én most hallom először, és arra kínosan ügyel, hogy ezt én most első kézből tőle hallhassam, és hát nem is akar engem ezáltal kellemetlen helyzetbe hozni. Miközben ezt megbeszéltük, a közben a sajtótitkáron behozta az atv.hu-nak a cikkét, amiben tulajdonképpen, amit ott Bajnai Gordon javaslatként megfogalmazott, azt 15:01 már az atv.hu nyilvánosságra hozta, illetőleg nekem utána. Tehát önök egy kicsit előbb hallottak a javaslatról, mint én, amiben semmi gond nincsen, csak hát így arra nem sok lehetőség maradt, hogy ezt esetleg átgondolja, vagy adott esetben vezetőtestületekkel is egy kicsit megkonzultál, viszont azért ma délelőtt lett volna még időm egy elnökségülést összehívni, és ebben konzultációt tartani. De nem is ez a lényeg, mert van nekem is egy javaslatom. Talán a kettőnk javaslata között van különbség, több is. Egy biztos, hogy én is vittem a tárgyalásra ezt a javaslatot, csak nem szivárogtattam ki önöknek előre. Ez a javaslat a következőről szól. A Magyar Szocialista Párt és én személyesen azt a javaslatot teszem az együttműködő partnereinknek, Bajnai Gordonnak, hogy Magyarország történelmébe először, politikai történelmébe először tartsunk előválasztásokat. Előválasztásokat hús-vér emberekkel. A részvételi demokráciának a szellemiségében, mind a 106 választói körzetben, és a miniszterelnök jelölt tekintetében is előválasztást javaslok Bajnai Gordonnak. Ha magamnak vindikálom azt a jogot, hogy értsék a javaslatnak a mindkét pillérét, hogy megvédem magam és a politikámat a nép előtt, a választópolgárok előtt, mint miniszterelnök jelölt, hogy tudjam azt bizonyítani, hogy alkalmas, jó jelölt vagyok az ellenzék jó oldal vezetésére, és erről az emberek fognak dönteni, nem én, nem közvéleménykutatók, nem statisztikusok, nem politológusok, nem újságírók, bocsánat, senkit nem akartok természetesen megsérteni. A magyar választópolgárok döntenek erről. Akkor ezt a lehetőséget biztosítanom kell a jelöltjeink számára is. Hiszen nem tudom azt mondani, itt van Gúr Nándor alelnökünk, azért hozom őt példaként, aki abban a választókörzetben indulna, amit mi átadással javasoltunk Bajnai Gordonnak, nem tudom neki azt mondani, hogy Nándor, te nem védheted meg magad a Borsod választópolgárai előtt, Miskolc választópolgárai előtt, hogy te jobb jelölt vagy és jobb a politikád, mint a veled szemben akárki által indított más jelöltnek. Ez egy innováció szerintem a magyar politikában. Az ellenzéki szavazók felrázására, motiválására, a bizonytalan szavazók politika iránti érdeklődésének a felkeltésére szerintünk egy nagyon erős és korrekt, a demokrácia alapelveit és a részvételi demokrácia alapelveit maximálisan tiszteletben tartó javaslat. Erre van nemzetközi példa, önök is tudják, sokat írtak róla, az Egyesült Államokban, Franciaországban legutóbb, de Olaszországban is
hasonló módszerrel választanak jelölteket és különböző kandidánsokat. Mi azt mondjuk, hogy kérem, döntsön a nép. Éppen ezért én a jövő héten azt fogom kezdeményezni az MSZP országos elnökségi ülésén, hogy jelöljünk ki egy technikai előkészítő delegációt, amelyiknek az a feladata, hogy nagyon rövid időn belül ennek a választásnak a technikai feltételeit, paramétereit, szabályait dolgozza ki. És azt szeretném önöknek tisztelettel jelezni, hogy a Magyar Szocialista Párt elnöke ezt a versenyt a választópolgárok előtt vállalja. Éles, nyílt küzdelemben. Az megtisztelő, hogyha erről a média tudósít. Az megtisztelő, hogyha közben van televíziós vita is. De ezen a választáson az a párt fog nyerni, vagy az a pártszövetség fog nyerni, amelyik húsvér embereket tud elvinni a szavazóurnához. Számítógépes lájkokból nem lesz választási győzelem. Ezért számunkra az éles verseny, az, ami az egyetlen elfogadható dolog, az emberek mondják el a véleményüket, és konzultálva a jelöltjeinkkel, hiszen ezt már a megyei elnökökkel is végigbeszéltem a napokban, hogy mit szólnának egy ilyen megoldáshoz, vagy feloldásához ennek a történetnek, mondhatom mind a 106 választókereti jelöltünk nevében, hogy ők is vállalják az éles megmérettetést bárkivel szemben a 106 körzetben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, erről szerettem volna őket nem túl röviden, de talán tartalmasan tájékoztatni, és természetesen, ha van kérdésük, akkor próbálok rá válaszolni. Parancsolja. Bölgis Tamás, RTL Híradó. Az nem világos, hogy akkor most kizárta a közvéleménykutatókat. Mi lesz ennek a pontos formája ennek a szavazásnak? Ugyanúgy mindenki el fog menni egy urnához bedobni valahol valamit, vagy telefonon lehet szavazni? Nem. Vagy... Húsvér ember személyesen vesz részt a választópolgár. Tehát magyarul ugyanaz, mint hogy azért hívják előválasztásnak, mert a választópolgárnak meg kell jelennie. Ez azt jelenti, hogy ha kell, akkor mi kinyitjuk az MSZP irodákat, ha kell, akkor még bérelünk hozzá irodákat, ha kell, akkor egy kultúrházat bérelünk ki, ha kell egy sportcsarnokot. A miniszterelnök jelölti kérdésben egészen biztosan minden megyében kell legalább egy ilyen fordulót tartani. Én arra utasítottam a pártigazgatót, hogy az ezzel kapcsolatos forrásokra készítsen költségvetési előirányzatot már a Szocialista Párt költségvetésében. És én úgy képzelem ezt el, hogy a két jelölt oda megy, személyesen találkozik a saját választópolgáraival, vagy a kíváncsi választópolgárokkal, elmondja a programbeszédét, majd az emberek kimennek és szavaznak a két jelölt programjáról és személyéről. Természetesen titkosan, és mindenki úgy, hogy igazolja, hogy ő annak a választókerületnek, ezt lakcímkártyával ugye könnyen lehet igazolni, annak a választókerületnek a lakosa. Ennél direktebb részvétel demokráciát jelölt kiválasztásnál nem tudok elképzelni. Ez viszont irgalmatlan pénz egyrészt, másrészt Bajnai Gordon erről nekünk nem mondott semmit. Hogy reagálta rá ezt a javaslatot? Azt a részét hadd ne mondjam el a beszélgetésnek, ami ezzel kapcsolatos volt, mert ez a téma szempontjából indiferens. Nekem annyit mondott, azt azért szabad mondanom talán, hogy ő nem zárkózott el egy ilyen megoldás elől. Tehát nem az volt a válasza, hogy nem, hiszen az ő érvelése szerint az a lényeg, hogy minél több embert kérdezzünk meg. Garantáltan ezzel a módszerrel több embert fogunk megkérdezni, mint ahányat bármely közvéleménykutató együtt meg tud kérdezni ma Magyarországon. Igen. Sancikat, a Hír TV, most hogy értékeljük ezt? Ezek a tárgyalások folytatódnak, vagy most egy kicsit felfüggesztik őket? Illetve nézem, mikorra lehet? Tekintettel arra, hogy ezért fogalmaztam úgy, hogy amit mi javaslatot tettünk, az a múlt. Hiszen az arról szólt, hogy egy tárgyalásos folyamatban a végén valahol kikristályosodik, hogy milyen választókerületekben, milyen országos lista mellett és kinek a vezetésével fogunk nekivágni a választásoknak. Bajnai Gordon javaslata ma egy másik vágányra terelte ezt a kérdést, hiszen ő egy versengő típusú, tehát nem tárgyalásos úton való eredményt elérő, hanem egy versengő típusú javaslatot tett nekem, amiben én is már jó ideje gondolkodtam ezen, hogy valahol, ugye önök is mindig megkérdezték, és hogyan lehet föloldani a helyzetet, ha nem tudunk a körzetekben mindenhol megállapodni, ha nem tudunk egyéb más kérdések, személykérdésekben megállapodni, hogyan lehet ezt feloldani. Hát
nem kellett valószínűleg agysebésznek lenni hozzá, meg politológusnak, hogy hát valami olyan módszerrel, ami egy előválasztást fog jelenteni. De én azt megtanultam, hogy a legtisztább, legegyszerűbb, legtisztességesebb megoldás a választópolgára bízni. Akit több szavazattal jutalmaznak, az lesz a jelölt a választókerületben, és az lesz a miniszterelnök jelölt, és az lesz a közös lista vezetője a mi és az én javaslatom alapján a következő választásokon. Én azt gondolom, hogy a Szocialista Párt október közepén mindenféleképpen kongresszus fog tartani. Ez azt jelenti, hogy én most már szeretnék lassan Orbán Viktorral is egy kicsit foglalkozni, mert tudom, hogy zavaró, mert nagyon jól el vagyunk itt a mi térfelünkön egymással versenyezve és vitatkozva, csak hát a választópolgárok meg alapvetően Orbán Viktor és a demokratikus ellenzéki oldal között kell, hogy döntsenek. És én azt gondolom, hogy ez a projekt Orbán Viktor számára ez a legkedvezőbb, hogy az ellenzék nem tudja dülőre vinni a dolgait. Ezért én azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy október közepéig ezt a folyamatot le kell zárni, és mivel a Magyar Szocialista Párt alapszabálya köt engem és mindannyiunkat a párton belül jelöltként is és pártakként, ezért nekünk kongresszuson kell bármi is a végeredmény hivatalosan is megpecsételni a dolgot. Természetesen, hogyha lemegy ilyen előválasztási kampány, és annak van egy eredménye, akkor a kongresszusunk csak szentesíteni fogja jogi értelemben a nép döntését. És abban már, hogy úgy mondjam önöknek, inkább egy ünneplő kongresszus lesz már abban a tekintetben, vagy kampányindító kongresszus lesz, az egészen biztos. De ha igazak azok a pletykák, hogy Orbán Viktor előre akarja hozni a választásoknak a dátumát, és nem akarják egyben tartani az európai parlamenti választásokat a magyar nemzeti választással, hiszen hogyha egyben lenne, akkor ugye ez május 25 a magyar rendszerben. Én úgy hallom, hogy Orbán Viktor április 5-e környékére szeretné előhozni a választásokat, akkor nem nehéz kikövetkeztetni, hogyha egy kicsit szeretnénk a Fidesszel és a politikájával és a miniszterelnökkel is foglalkozni, és el akarnánk mondani esetleg a választópolgároknak, hogy mi mit szeretnénk, akkor kéne egy pici időt arra is hagyni, hogy kampányolhassunk ebben a tekintetben. Ezért én azt gondolom, hogy október közepén így vagy úgy az MSZP kongresszusa a magunk részéről le fogja zárni ezt a kérdést. Parancsolj. Gárdai László vagyok az ATV-től. Kalkulálták-e azt? Bocsánat, nem hallom rendesen. Gárdai László vagyok az ATV-ből. Lehet-e azt sejteni, hogy ennek körülbelül mennyi lesz a kiadása, és ki az, aki beszáll ebbe, ki fogja fizetni a révészt? Hát én azt gondolom, hogy azok, akik érintettek, tehát a két párt kell, hogy finanszírozza. Hogy őszinteljek, azért ennek olyan nagyon nagy költsége nem feltétlen kell, hogy legyen, hiszen ha ezt adott esetben egy időpontban, egy nap kell, hogy szervezzük, hiszen a választások is így zajlanak, akkor egy adott választókerületi központban, vagy ugye ez nem azt jelenti, mint a rendes választás, hogy 3200 település, nem tudom, több mint 20 000 szavazókörébe kell ezt megszervezni, mert az természetes, hogy ez nem fog menni. De az igen, hogy egy választókörzetben, a választókerületi központban, akár az MSZP irodájában, és akkor nincs ilyen típusú probléma, vagy kibérelve egy, még egyszer mondom, kultúrházat, vagy éppen sportcsarnokot az igényeknek megfelelően, ott ezt meg lehet oldani. Alapvetően nem falvakban gondolkodunk természetesen, hanem városokban, hiszen ott van nagyobb olyan szavazó tömeg, aki érdemben tud véleményt mondani a jelöltekről, hiszen számunkra az a fontos, hogy minél több ember menjen el és mondja el a véleményét a történetben. Tehát ez egy ilyen szempontból pragmatikus megközelítést igényel. Parancsolj. Igen. Milyen, hadd menjünk. Igen. Hát ugye sokféle módszer lehetséges, akár egy olyan módszer is, de azért nem akarnék nagyon a részletekbe belemenni, mert ezen még biztos, hogy kell cizellálni. Ezért mondom a kényszerhelyzetet. Tehát ha én tudom, hogy van egy ilyen javaslat, akkor amire én idejövök egy elnökségi tárgyalás után, akkor önöknek tudok mondani egy projektszerű olyan javaslatot, amiben le van írva, hogy és mi mit javaslunk. Ezért kellett, hogy így fogalmazzak, hogy kényszerpályára tettek engem ma. Bocsánat, hogy ilyen nagyon egyszerűen fogalmazok. De azt meg nem tehetem meg önökkel, meg a saját szavazóinkkal és jelöltjeinkkel sem, hogy még mindig csak hallgatok, és nézek boci szemekkel, hogy mi mindent mondanak itt a médiában,
és még a végén kiderül, hogy a Szocialista Párt pedig egy tehetetlen szemlélője csak tulajdonképpen az eseményeknek. Tehát ezért tartottam fontosnak a mai rendkívüli sajtótájékoztatót, amit egyébként nem terveztem, tehát a gyermekeim már várnak engem Veszprémben, de ez egy fontos kérdés, és ők is meg fogják érteni, hogy ma ezt az apjuknak el kellett mondani az önök nyilvánosság előtt. Tehát magyarul van sok módszerre, bocsánat, rögtön adom a szót, például ahány körzetet elnyertek tőlünk Bajnai Gordonék, azt a 106-hoz arányosítjuk, ha az 10%, akkor 10% a befutó helyek a listán, ha 20%, akkor 20, ha 100%, akkor 100. Csak mondtam egy. Akkor egy sem. Hát kérem, ebből ez következik. Igen, bocsánat, itt volt még egy kérdés, elnézést. Így van. Hát nézze, ugye mi azt szeretnénk, hogy az, aki eljön oda véleményt nyilvánítani, az adja ahhoz az írásos hozzájárulását, hogy mi a kampányban őket tájékoztathassuk a továbbiakban arról, hogy mi milyen kampányrendezvényeken vagyunk, milyen programjaink vannak. Tehát magyarul azok, akik a kíváncsiak és részt kívánnak ebben venni, és vállaltan, hát ugye elméleti és józanszámítás szerint azért leginkább a bizonytalanokat meg a baloldali szavazókat érdekelheti Mesterházi Attila meg Bajnai Gordon, tehát vagy a helyi jelölt, akkor ők ahhoz hozzá kell, hogy járuljanak, hogy innétről kezdve a közös adatbázisunkba szerepeljenek. Tehát természetes, hát innétről kezdve csak közös kampánystratégiával lehet előre menni, tehát az magától értetődik. És azért tudom, hogy mondják sokan, hogy akkor most a Fidesz is rászervezhet, és akkor majd ők eldöntik. Nézzék, ez egy kisebb településen azért, lássuk be, nem túl életszerű, hogy tömegével tudnak oda a Fidesz pártagokat vinni, mert ott azért ez nem Budapest, tehát magyarul ott mindenki ismer nagyjából mindenkit. Tehát, szóval biztos lehet 10 embert elvinni 1000 közé, akik majd jól, furmányos módon arra szavaznak, akiket ők az esélytelennek tartanak, de olyan mértékben, amit várunk részvételként egy ilyen újszerű kezdeményezés kapcsán Magyarországon, az ellenzéki szavazók köréből effektíve nem tudja befolyásolni ennek a végeredményét, és ezért én ezen nem is számolok reális veszélyként a történetben. Tehát ez működött Olaszországban, működött Franciaországban. Én azt gondolom, hogy ez Magyarországon is akkor jó eséllyel működik. Már melyik részének? Nem, mert ez egy teljesen új történet Magyarországon, ilyenre még soha nem volt példa. Ezért mondtam úgy, hogy Magyarországon először a történelemben. Jogilag ez teljesen rendben van. Tehát minden párt úgy választja ki a jelöltjeit, vagy együttműködő partnerként pártszövetség, ahogy azt ő jónak látja. Azért akartam önnek hangsúlyozni, hogy nálunk az alapszabály annyiban köt, hogy akárki is a miniszterelnök jelölt, arról az MSZP kongresszusának hivatalos döntést kell hozni, de ha egy ilyen előválasztás végigment, akkor az a Magyar Szocialista Párt kongresszusának nem lesz kérdés, hogy megerősítse azt a személyt, akit az emberek többsége megválasztott. Itt azért tízezres nagyságrendben tessék gondolkodni emberekről, nem százas nagyságrendben. Van olyan kérdés, amire tudok válaszolni, hogy ne maradjon semmi olyan kérdés, ami esetleg nem volt tiszta, vagy nem pontosan fogalmaztam, és ezért kevésbé érthető. Igen. Ilyen előválasztás a miniszterelnök jelölt személyét is eldönti? Ez a két pillére van a javaslatnak. Tehát, hogy a 106 választókörzetben a jelöltek, és a másik pillére a javaslatnak az a miniszterelnök jelölt személyéről való ugyanilyen típusú szavazás. A kettő között az a különbség, hogy a miniszterelnök jelöltök értelemszerűen körbejár 19 megyét plusz Budapestet, és a 106 választókörzeti ember az pedig a választókörzetében kell természetesen, hogy lebonyolítsa ezt a versenyt. Ez szerintem egy nagyon izgalmas időszak lesz. Ilyenre még nem volt példa. Én bevallom őszintén ezt egy megnyugvással fogadom, hogy így a kapcsolót átállították valahová. Innéltől kezdve önök is, meg mi is tudjuk, hogyha ebben meg tudunk állapodni bajnőrék, hogy elfogadják a nép döntését, akkor szerintem nagyon világosan látható ennek, hogy hol lesz, mikor a vége,
és a végeredményét pedig ennél demokratikusabban nem lehet a jelen viszonyok között meghatározni. Csak egy választáson már, de az pedig majd egy kicsit később lesz. Nem beszéltem ilyenről velük. Én ezt elmondtam részletesen Bajnai Gordonnak, ezt a javaslatunkat. Mivel hogy ez nem ma ötlött a fejembe, ezért annyiban előnyben voltam, hogy nem ott kellett kitaláljam, hogy mi a javaslatom. Ezt már több hónapja az MSZP vezetése fontolgatja ezt a javaslatot. De pont arra való tekintettel, hogy hittünk abba, hogy ezt tárgyalásos módon is le lehet zárni és végig lehet vinni ezt a dolgot, ezért mi ezt félretettük, ezt a javaslatunkat. Ezt arra tartogattuk, amikor esetleg eredménytelenek a tárgyalások, vagy hát mondjam, lefagynak a tárgyalások, és meg kell tényleg válaszoljuk nem csak önöknek, hanem a választópolgárainknak is, hogy hogyan lesz ennek vége, vagy hogy lesz a végén eldöntve a dolog. Erre mondtuk azt, hogy történelemben először előválasztás, magyar választópolgárok döntsenek rólunk. Egy pár hónappal később úgy is kell, hogy döntsenek, úgyhogy akkor legalább egy picit tudják gyakorolni. Nem. Nézd, én ebben hiszek, tehát tudom, hogy sokszor vádolnak bennünket azzal, olvasom a sokféle internetes portálnak a bennünket nem megkérdező véleményét a dologban. Én azért kértem a kollégáimat, hogy nagyon zártan beszéljünk. Az zárt beszéd az mindig azt jelentett, hogy azt mondták önöknek, hogy nem, vagy azt mondták önöknek, hogy nagyon jól haladnak a tárgyalások. Most nevethetnek, de valószínűleg többször hallották ezeket a mondatokat tőlünk. Ezt azért kértem, mert mi ebbe tényleg hittünk, hogy ezt így végig lehet szépen menedzselni, és én komolyan gondolom azt, hogy minél többen vagyunk együtt, tehát egy ilyen együttműködési rendszerben, annál nagyobb az esélyünk, hogy választást nyerjünk. És akkor még egy mondatot hadd mondjak önöknek. Én nem hiszek abban, személyes véleményemet mondom, hogyha külön lista van, mert volt egy ilyen javaslat is a tárgyalás során, akkor 10%-os bejutási küszöböt egy külön listás nagy versengés közepette Bajnai Gordonék el tudnak érni. Az egy nagyon magas bejutási küszöb. Ha külön lista van, kérem, az én fejemben, még egyszer mondom, ezt szigorúan magánvéleményként tessék értelmezni. A külön lista, és ha nincs mellette semmilyen más együttműködés, az annak a deklarálása, hogy nem tudjuk megnyerni a választásokat. Ezért nem akar tárgyalni a szocialista párt a külön listáról. Nem azért, mert hogy normál esetben, így úgy amúgy hallottam én is sokféle érvés róla, hogy ez nagyon sok mandátumot jelentene. De úgy, hogyha ők választási szövetségként indulnak két pártként, akkor a mostani választógi rendszer 10%-os bejutási küszöböt ír elő. Ha nekünk is, ha együttműködünk, akkor 10, 3-an, akkor 15, ha 4-en, akkor is 15, tehát onnét már nem emelkedik tovább a szám. Még egy fontos mondatot kell, hogy tudjanak, ezt az előbb kifelejtettem, ezért elnézést. Az előválasztás számunkra, szocialista párt számára nem zárja ki más pártokkal való együttműködést. Tehát, hogy értsék. Más pártokkal szívesen tárgyalunk utána, amikor látjuk a tiszta helyzetet, hogy hány körzet van nálunk, hány körzet van náluk, a listán hogyan alakultak az arányok. Mi nem zárkózunk el más pártokkal való tárgyalás elől. Nem nagy titok, a demokratikus koalíció, mint a következő legnagyobb pártot értem ez alatt, Fodor Gábor pártját értem ez alatt, MSZDP-t értem ez alatt, civil szervezeteket értek ez alatt. Ha valamiért nem lesz előválasztás, akkor a szocialista párt elkezd tárgyalni más pártokkal az együttműködésről. Mert hiszek az együttműködésben. Önöknek is, és a választóinak is be akarjuk bizonyítani, hogy mi hajlandóak vagyunk áldozatot hozni az együttműködés oltárán. Mi adni fogunk körzeteket más pártoknak is, hogy induljanak, hogy a választó lássa, hogy ez egy színes együttműködés. Fogunk adni az országos listánkról is befutó helyeket más pártoknak. Mert mutatni akarom azt, hogy én hiszek ebben. És ezt tartom a helyes útnak. Ezt vagy meg fogja előzni egy előválasztás, és utána kell majd erről beszéljünk, vagy ha nincs előválasztás, akkor azzal a nappal, amikortól ez eldől, hogy nincsen előválasztás, mi másnap hivatalos tárgyalásokat kezdünk több más demokratikus politikai párttal.